együtt! Matematikailag is biztos, hogy bent vagyunk a VB-selejtező következő körében. Megkezdte felkészülését a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtezők és az Európa-bajnokság előtt. Mégpedig ezen a mai mérkőzésen a kontinens torna egyik társrendezőjével, Georgiával kezdünk. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. Nem mennék bele feltétlenül ennek a nyelvészeti rejtelmeibe, ami nekünk 70 éven keresztül Grúzia volt, az ma már Georgia. Egyébként saját magukat Szakartvelónak hívják, és azt is kérték tőlem is, illetve a helyi műsorközlőtől is, hogy Szakartvelóként legyenek ők bemutatva. Igen, mozgalmas időszak, egészen pontosan, nagyjából egy bő hónapos erőltetett menet kezdődött el hétfőn a Nemzeti Együttesünk számára, amelyben Hanga Ádám is ott van, természetesen róla majd egy kicsit később beszélek, hiszen ugye augusztus végén még az Európa-bajnokság előtt Litvánia és Csehország ellen világbajnoki selejtezőket játszunk, és szeptember elején pedig Kölnben jön az EB. Hanga Ádám utoljára 2017-ben a magyar férfi kosárlabdázás számára oly gyönyörű emlékeket hozó kolozsvári és isztambuli Európa-bajnokságon volt utoljára válogatott, és miközben én erről mesélek, íme közben a képernyőn is megjelentek azok a nagyon fontos világbajnoki selejtezők, amelyeken a magyar válogatottnak majd pályára kell lépnie. És ez pedig itt már a tétmérkőzés az Európa-bajnokságon, hát ez is, hát ha valami, akkor ez erőltetett menet. Ugye csütörtökön, szombaton, majd vasárnap, aztán kedden és szerdán, tehát gyakorlatilag szűk egy hét leforgás alatt kell ennyi mérkőzésen pályára lépni majd a csapatoknak. Ebből is látszik egyébként, hogy ez egy bombaerős csoport lesz majd az EB-n. Azt mondják a szakemberek, hogy minden idők legnehezebb Európa-bajnoksága lesz ez az idei, hiszen soha még ennyi Euroliga és NBA játékos nem vett részt hazája válogatottjában Európa-bajnokságon. Szóval a felkészülés is igen eseménydús lesz majd. A magyar csapat tagjai egyébként most hétfőn találkoztak itt Kecskeméten, és Stojan Ivković szövetségi kapitány elkezdte velük a munkát, és itt az elkezdtén van a hangsúly szerintem, hiszen a grúzok eleve, vagy a georgiaiak eleve már 12 napja edzőtáborban vannak, míg nálunk egy hónapos szünet volt a bajnokság végén, és azóta mindössze 4 edzésen vett részt a válogatott játékosoknak a kerete itt Kecskeméten. Tehát az a grúz csapat, amelyik egyébként is magasabb polcon jegyzett, mint a magyar, és amelyik pár nappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt világbajnoki selejtezőn a spanyolokat is meg tudta verni, az már edzésben van, mi pedig ma gyakorlatilag 2-3 napja kezdtük el az edzéseket. Megtörtént a játékosok bemutatása, és akkor most jöjjenek a himnuszok.
mindenképpen Stojan Ivković, a magyar férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, akit természetesen a mérkőzés előtt megkérdezett Korsós Kristóf kollégám. Nem könnyű a helyzet, ami a formaidőzítést illeti, ugye kevesebb, mint egy hónap múlva EB, addig még VB-selejtezők, és hát nagyon hosszú volt az előző szezon is. A mai napon mi lesz a legfontosabb feladat ezen a meccsen? Legfontosabb ez lesz, hogy legyenek a figurák, legyenek a képek a játékból, melyik utána tudjunk elemezni, és utána tudjunk honnan indulni javításra. Azért tettünk is korán ez a meccs, kicsit erős meccs, úgy három nap elkezdtünk edzeni, csak nyilvánvaló ez a rövid idő alatt sok dolog kell túllépni. Én úgy gondolom, hogy a mai meccs, mint az egész szezon nyár élvezni fogunk, hogy bármennyire fáradtok, hogy fáj, mert a mai meccsen, mai meccs mint egy óvoda lesz, hozzá képes, mint vár Mike utána. Úgyhogy szerintem a feladatok mindenki fog végezni. A mai 12 fős keret az mennyire áll közel ahhoz, ami majd az EB-n lesz? Ugye a Hang Ádám itt van, Filipovic Márko nincs itt, ő az EB-n sem lesz. Hopkins az, aki most nincs itt, de majd lesz az EB-n. Nem tudjuk, ez a kérdés, most válaszolni, nagyon ez. Nyilvánvalóan mindenki tudja, a keret nagyjából kész van, vannak a fiatal a játékosok itt, melyik nyilvánvaló, mint a Romániában, a Benkel, Szilárd, Váradi, meg a többiek néztek, a Tóth Norbi, Krisztián, Fepu, meg ezek, most nagyjából ugyanaz lesz ilyen helyzet, és a fiatal játékosok tanulnak, és 2025-ös a ővi lesz. Most ez Európa bajnokság kiegészítő szerepel kapnak, ezt most egyelőre nem tudjunk, mert voltak a példa, mint a Per Zoli, melyik Romániában játszott nagyon fiatalon. Ha már egyébként Stojan Ivković szóba hozta ezt a 2025-ös Európa-bajnokságot, akkor egy nagyon friss hírt hadd osszak meg önökkel, ugyanis nagyjából egy órával ezelőtt egy sajtótájékoztatót tartott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Szalai Ferenc, aki bejelentette, hogy 2025-ig meghosszabbították Stojan Ivković szövetségi kapitányi szerződését, úgyhogy még jó néhány éven keresztül velünk maradt a Ivković, aki az elmúlt 10 évben bebizonyította, miután egymás után kétszer is kivitte az Európa-bajnokságra a csapatot, erre 53 éve nem volt egyébként példa, szóval bebizonyította, hogy nagyon jó kezekben van a csapat. Ami még fontos, és ez is szóba került, a rotáció az, hogy ez egy erőltetett menet, az, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik egyrészt itt vannak ezen az összetartáson, itt vannak ezen a meccsen, illetve a továbbiakban lehetőséget fognak kapni. Úgy döntött a szövetségi kapitány, hogy Lukács Norbert, Bongo Marcell és Somogyi Ádám nem játszik ma, ők a fiatalok, ők holnap majd játszanak, ugye ugyanúgy Georgiával fogunk játszani holnap is, csak akkor egy zárt kapus mérkőzés, majd egy picit több időt kapnak majd az idősebb játékosok, ha szabad így fogalmaznom, és holnap pedig közülük hárman kapnak majd pihenőt. De ezzel még egyébként nem ér véget a magyar válogatott felkészülése, hiszen a szlovákokkal is játszunk jövő héten 12-én, aztán elutazunk Horvátországba, Abáziában fogunk játszani a horvát válogatottal, ahonnan már Szombathelyre jön vissza a válogatott, így közben Bencsú Tamás, Papp Péter és Ádám József, akik a mérkőzés játékvezetői lesznek, és aztán ugye lenyomjuk Szombathelyen a magyar litván, utána kiutazik a válogatott Komutovba, Csehországba, augusztus 27-én a második világbajnoki selejtezőt is lejártuk, és onnan már haza sem jönnek, hanem Komutovból, amelyik egyébként ott van fönt a német határnál, buszra száll a válogatott, és meg sem állnak Kölnig, ahol szeptember 1-én már parketre kell lépni Bosznia-Hercegovina ellen. Szóval nagyon nem könnyű ez a menetelés. Maga Stojan Ivković is azt mondta, hogy egy nagyon furcsa ütemben vannak, mert a játékosok egy hosszú bajnoki szezon után keveset pihentek, így nem tudják azt a megszokott alapozást csinálni, amit szoktak, nem akarják túlterhelni a játékosokat, most mindent rövidebb idő alatt kell elvégezni, és egyébként ehhez igazoltak egy nagyon komoly segítséget, mégpedig Stefan Spajic személyében, aki a Pécsi Központi Kosárlabda Specifikus Módszertani Központtal együtt dolgozik, és Rád Géber Lászlóék
természetesen a válogatott rendelkezésére bocsájtották a kitűnő szakembert. És akkor miközben elindult a mérkőzés, engedjék meg, hogy egy pár mondatban azért a grúzokról beszéljek. Hang Ádám ugye 2017 után dobta első kosarát megint a magyar válogatottban. Ugye a georgiaiaknál ki kell emelni, hogy Zsaza Pacsulia visszavonulása óta Tornike Shengelia a legjobb játékosuk, de nem az egyetlen, akit egyébként nagyon magas szinten jegyeznek. A georgiaiak bő keretében több kiváló játékos is van. Ugye Shengelia, akit említettem, ő volt Hang Ádám csapattársa a Baszkóniában, és 6 évet húzott le a baszkoknál, aztán a CSKA Moszkva szerződtette, a mostani idény pedig egy Eurocup győzelemmel zárta a Virtus Bolognánál. Ugye van egy honosított amerikaiuk, aki ott van 25-össel a pályán, Ted McFadden, aki sorozatban két bajnokok ligáját nyert a spanyol Burgosszal úgy, hogy 2020-ban ő volt a 8-as döntő legértékesebb játékosa. Giorgi Shermadini másfél évtizede játszik a legmagasabb szinteken, két Euroliga győzelem mellett 2021-ben a spanyol liga MVP-je volt, míg idén bajnokok ligáját nyert a Tenerife-vel. Goga Bitadze az NBA-ben az Indiana Pacersnél játszik, Beka Burzsanadze 6 éve játszik a spanyol első osztályban. Szóval egészen veretes a névsor, erre mondtam azt az elején, hogy azért a grúzok magasabb polcon jegyzett csapat. Ez meg egy góljó fal Benke Szilárdtól, aki elhagyta a Falco együttesét, és a francia első osztályba Dunkerque csapatához igazolt, és egyébként ugye Váradi Benedek is itt van a csapattal, aki tavaly még, hát az idei szezonban, de hát a tavalyi bajnokságban, ha szabad így fogalmaznom, naptári évben nyilván idén. Ugye bajnok lett, ő Litvániába igazolt, csak úgy, mint Golomán György. És hát Keller Ákos, aki maradt egyébként a Falcóban, Ellen Roszkó, valamint Vojvoda Dávid még bent a magyar kezdő ötösben. És egyelőre kifejezetten jól kezdtük a meccset, egy 5-0-val, ez pedig egy szabálytalanság Kellernél. A vezető edzője egyébként a georgiaiaknak egy görög szakember, Ilias Zurosz, aki 20 évesen már edzősködött, görög, portugál, libanoni, francia, litván, török és montenegrói klubnál is volt, és többek között volt a görög sztárcsapat, az Olympiakos Piraeus edzője is. Az egy gyönyörű lefordulás volt Tornike Shengeliáról, a Virtus Bologna játékosáról már megemlítettem, hogy jelen pillanatban ő a legjobb georgiai játékos. Hanga, aki fantasztikus szezont tudhat maga mögött a Real Madriddal, szárnyakat kapott a klubváltástól. Vojvoda Dávid egy 3 pontossal mutatkozik be. Ugye Vojvodára, Hangára óriási szükségünk lesz az EB-n, így volt ez 2017-ben is. Ugye mindenki azt találgatja, hogy hogyan lehet ezt az EB-t abszolválni. Mindjárt azzal a csapattal kezdünk, majd a bosnyákokkal, akiket elvileg papíron meg tudunk verni. Mindenki más sokkal erősebb, mint mi. De hát majd meglátjuk. Ez a csapat, ez már csodát tett egyszer Kolozsvárot is, amikor a románokat és a cseheket is megverte, és aztán a későbbi finalista szerbektől kaptunk ki a 8-at döntőben. Hanga! Benke már áll is bele azonnal, ez most nem jó, és ellenlökött. Ezt vette észre Benc úr játékvezető az alapvonalon. Duda Sanadze került a földre. Az a Duda Sanadze, aki a selejtezők során sokszor volt a georgiai csapat legjobb játékosa. Hogy említette azt Korsos Kristóf, amikor készítette az interjút Stojan Ivkovicssal, hogy egy hiányzója még van a magyar válogatottnak, Michael Hopkins személyében, ő jövő hét elején érkezik, és addig pedig Kemal Karahodzsics állt edzésbe és segíti a magyar válogatott munkáját. Hanga közben egy remek labdát szerzett 2-1-ben, Vojvoda vissza, és Hanga zsákolással immár 10-2 a magyar válogatottnak, hát így kell kezdeni egy felkészülési mérkőzést, vagy egyáltalán bármilyen mérkőzést, azért ez így nagyon rendben volt. Hát ahhoz képest tényleg, hogy csak 4 edzés van a válogatott lábában és kezében, ez így nem rossz. Érkezik Váradi Benedek, tehát aki a
Falco együttesétől Litvániába igazolt Golomán Gyuri is oda ment, de két különböző klubhoz kerültek. A Váradi Vilniusba igazolt, a Ritas Vilniushoz. Sanadze. Benke szabálytalankodott vele szemben. Sanadze egyébként jelenleg a Boracsban játszik, ez egy szerb együttes. Ugye van, aki az Egyesült Államokban, van, aki Spanyolországban, Szerbiában, Olaszországban játszik, illetve nagyjából a csapat bő egyharmada, az pedig hazai együttesben pattogtat. Vagy a Batumiban, vagy az Olimpiben, vagy a Kuitasziban. És az, hogy tényleg gyakorlatilag egy hónap sincs már hátra, sőt, hát jóval kevesebb van, mint egy hónap hátra az első tét meccsig az EB-n, és még annál is kevesebb az első világbajnoki selejtezőig. Ez minden, csak nem könnyű a magyar válogatott számára. Hiszen ugye a játékosokat muszáj volt, közben Vojvoda fantasztikus betörése, a játékosokat muszáj volt elengedni a bajnoki döntőt követően, hogy pihenjenek. És aztán gyakorlatilag a három hét után most hétfőtől edzenek, mint jeleztem. Az egy nagyon szép belépés volt megint csak Sengeliától. Ugye eleve nem kicsi, 207 cm, és annyira atletikus mozgása van, hogy ez föl sem tűnik. Váradi. Keller. Ő azokat el szokta onnan vállalni. Nem is léptek oda, újabb három pontos, amivel már 15-6. Hát egyelőre nyoma sincsen annak, hogy ez a grúz csapat már edzésben van, és mi pedig nem. Ugye mentálisan mindig is nagyon erős volt a magyar válogatott, ez egyértelműen Ivkovicsnak köszönhető, illetve az, hogy egy olyan csapatot tudott kialakítani, egy olyan légkört, ami azon túl, hogy egy nagy család, itt tényleg mindenki meghal mindenkiért, ha kell. Keller adja el a labdát, picit könnyelmű volt most Ákos, a Vojvoda pedig gyorsan meg is állítja a grúzokat. Nálunk pedig jön majd a csere. Karahodzsic, akiről beszéltem, érkezik, közben Vojvoda lement, és Perl Zoltán is a pályán, és Keller helyére jön Karahodzsic. Ugye Perl Zoltán, illetve Keller Ákos is maradt a Falkóban, a magyar válogatott magból, ahonnan ugye Golomán, Váradi és Benke igazolt most el. Jó a két büntető, zárkóznak a georgiaiak. Szembennek azért nehezen áll rá erre a szája, de nyilván ők ezt szeretnék hallani, akkor így hívjuk őket. Eilingsfeld. Perl. Perl Zoltán is, reméljük majd az Európa-bajnokságon is meg tudja mutatni, hogy mennyit fejlődött ez alatt az 5 év alatt, amióta eltelt a legutóbbi EB-t követően. Nagyon szép volt ez a belépés Váradi Benedektől. 7 pontos most a magyar előny. Sengeliá. Tovább tudja még tenni egy dobócsel, és aztán bepöttyinti Shermadini. Ő a Tenerife-ben játszik, amelyik jelenleg az egyik legjobb spanyol csapat. Vagy a 4 legjobb között van, az biztos. Benke. Ő 27 évesen döntött úgy már, mint Benke Szilárd, hogy külföldön próbálja ki magát. Azt gondolom, hogy ez a lehető legjobb kor. És ráadásul Franciaországban a Dunkerque gárdája őt szerette volna konkrétan megszerezni. És így azért az ember mindig szívesebben vág bele, mint hogyha nagy nehézségek árán valakinek az ügynöke el tudja passzolni valahova. Az nem ugyanaz, mint hogyha figyelik az embert, és az edző őt szeretné a csapatában látni. Sengeliá rálép a vonalra, nem is ment be, meg Fedn leszedi a lepattanót. Jó a kosár. És még egy lökés, jöhet a plusz egy. Nagy labda volt. Shermadini még összeszedte egyszer, leütötte, hogy ő is megtalálja az egyensúlyát.
és Eilingszer pedig ott már nem tudta megállítani. Ezért a nemzetközi szinten azért van különbség. Eilingsfeld János a magyar mezőnyben azon kevés játékosok közé tartozik, akivel szemben az ember nem szívesen kezdeményez egy-egyet. Itt meg simán át tudják dobni ilyen magassággal. Karahodzsics. Hosszú éveken keresztül volt nagyon hasznos kiegészítő embere Karahodzsics a magyar válogatottnak. Egy faltperrel szemben jöhet majd a két büntető. Nálunk pedig Váradi helyére visszajön Hanga Ádám. A magyar válogatottban Filipovics Márko az, aki nem lehet ott az EB-n. Őt a német Chemnitz szerződtette, de csak úgy kikötötték a németek, ha a felkészülés első napjától edzésbe áll a klubnál, és aztán Stojan Ivkovicsék úgy döntöttek, hogy nem akarnak a játékos egzisztenciájával, szakmai előremenetelével játszani, ezért elengedték azzal a feltétellel, hogy az évad közben a klubja tesz majd egy kedvezményt a magyar válogatottnak viszonosság alapján. Egyébként, amikor legutóbb játszottunk a georgiaiakkal, Kecskeméten ráadásul, az 2014 volt, akkor 74-73-ra vertük a többek között Pacsuliával, Sengeliával és Sanikidzével felálló ellenfelet a 2015-ös EB selejtezőben. Ez egy emlékezetes találkozó volt. Csak onnan jutott eszembe, hogy Hanga Ádám azon a meccsen nem tudott pályára lépni. Ádám egyébként elmondta a mai sajtótájékoztatón, amit mindig elmond, és ezt nagyon fontosnak tartja, és ez a maximális tisztelet, hogy ő mindig nagyon nagy örömmel jön. Nyilván a klubja nem engedi el évközben, de amint lehet, Ádám csatlakozik a magyar válogatotthoz, és ez látszik az ő játékán. Ő nem kényszerből jön, hanem tényleg a szívét, lelkét kiteszi a pályára. Van egy jó támadó lepattanónk. Ja, van még 3,5 perc az első negyedből, és már több mint 20 pontot dobott a magyar válogatott. Hanga kicsit hosszú volt, pont a gyűrű tövére ment. Londaridze szedte le a lepattanót, és 205 centi magas. Bővelkednek a georgiaiak egyébként 2 méter fölötti játékosban. Leléptünk Andronikásviliről, szerencsére nem dobta be. Karahodzsics, jön Ferenc Csaba, aki a körmendellet ezüstérmes a bajnokságban. Ferenc még, gyönyörű. Ferenc Csaba, aki már visszavonult a válogatottól, de mindig, hogyha a helyzet úgy hozza, a szükség úgy hozza, ő jön. Nem kérdés számára sem, hogy a magyar válogatott mezét fölhúzni az mit jelent. Ő is ehhez a nagy családhoz tartozik. És ugye ő már közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz. Maximális tisztelet neki is. Hármas csere a válogatottban. Érkezik Ellen, Vojvoda és Keller. Lemegy Eilingsfeld, Perl és Karahodzsics. Gyakorlatilag, ha jól figyelem, azért itt egy minimum 9, de lehet, hogy 10-es rotáció lesz majd a mai mérkőzésen, amelyből egyébként messze menő következtetéseket levonni fölösleges, többek között azért sem, amit mondtam a meccs legelején, hogy 4 edzés van a válogatott háta mögött. Nyilván megvannak azok a bizonyos sarokpontok, amelyekre figyelni kell ezen a mérkőzésen, akár a mi játékunkat illetően, akár pedig a védekezéssel kapcsolatban. Keller. Londaridze kilép rá. Ferenc. Hát ha annyira mélyen belépnek róla, akkor egyébként lehet, hogy Fepu legközelebb el fogja dobni. Így Vojvoda a sarokból, nincs bent, Hanga leszedi, az bizony falt. Dzsincsaradze volt, aki személyhibát vétett. Itt pedig jön Burzsanadze, hetessel majd a pályára. Ő 203 centis, és szintén Spanyolországban játszik a Real Betisben. Sengeliát váltotta. Addig is nálunk pedig Hanga Ádám büntetőzik. A grúzoknál mindössze 3 játékos dobott eddig pontot, nálunk ugyanez a szám 7. És ez mindig egy nagyon fontos mutató.
és ebben még az is belefér, hogy Hang Ádám mind a két büntetőjét kihagyja. A mai nap az úgy telt, reggeli után volt egy átmozgató edzés itt Kecskeméten, aztán ebéd, csendes pihenő, volt egy rövid videózás, és aztán megint csendes pihenő, és jöttek a mérkőzésre. Hanga túl rövid volt a dobása. 6 pontos magyar előny, kevesebb mint 2 perc az első negyedből hátra lévő idő. Andronikásvili. Szép betörés. Dobócsel. Ez könnyen lehet, hogy falt volt Burdzsanadzéval szemben, de nem baj. Az a lényeg, hogy megszereztük a labdát. Vojvoda, azt ő már ott végig tudja vinni. Gyönyörű belépés volt Vojvoda Dávidtól, aki előző évben is az Albafehérvár erőssége volt. És neki még egy év szerződése van a fehérváriakkal, akik egyébként Lukács Norbertet is, valamint Somogyi Ádámot. Lukács Norbertet ugye elvesztették, mert ő elment Szolnokra, Somogyi Ádám viszont jött a helyére. Az egy nagyon jó ütemű 3 pontos volt, amit Bokolisvili bedobott. Ő azon kevés játékosok egyik, aki odahaza játszik a georgiai bajnokságban. Szabálytalankodott közben Andronikásvili, nálunk pedig csere, jön Benke Szilárd Ferenc helyére. Megint Hanga, aki az előbb mind a két büntetőjét kihagyta, most könnyen lehet, hogy mind a kettőt bedobja. 5 pontnál tart Hanga Ádám. És kevesebb, mint 1 perc van hátra. Hát az, hogy egy negyed alatt közel 30 pontot dobtunk, ez egyébként egy nagyon jó jel. Jó ritmusban kosárlabdázunk, és bár a kapott 21 sem kevés, ami még lehet ráadásul több is, sőt lesz is, 24, de erre még nekünk is lesz válaszunk. Szóval itt kevésbé a védekezésről szól most a meccs eddig. De nem baj, addig, amíg vezetünk. Hanga. Egyelőre hagyja, hogy szaladjon az idő. Hanga keresztlabdája elment, Benkének kell dobnia, és bedobja egy utolsó 10 másodperces 3 pontos. Láttunk már ilyet Benke Szilárdtól Ukrajna ellen, például tét meccsen is. Na hát ennél rosszabb kezdésünk soha ne legyen. 31-24 az első negyed végén. Gyorsan besöpri a dicséreteket Benke Szilárd. Abszolút jó volt még. 0-3-nál hagyta el a kezét a labda. Egy kis eligazítást tart Stojan Ivkovics, és addig engedjék meg, csak egy kis apró szösszenet, ugye Hanga Ádámmal kapcsolatban. Ugye most itt, most már több idei napja én is velük vagyok, és velük élek, és járok velük edzésre mindenhova. És mielőtt eljöttünk ide a csarnokba, és gyülekeztünk lent a szálloda haljában, hát Ádám nem volt rest, és nézte a telefonján az U18-as válogatottat, amelyik egyébként Romániában lépett pályára. Tehát igenis fontos neki nagyon sok minden, és neki ez fontos volt, hogy megnézze az U18-asok meccsét egészen addig, ameddig el nem kellett indulni ide a csarnokba. Egész jól dobtunk ugye kintről. Benke Szilárd, Ferenc Csaba, Keller Ákos is be tudott találni a 3 pontos vonalon túlról. Illetve Vojvoda Dávidnak is volt egy triplája. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 50%-kal dobunk, 8 kísérletből 4 ment be. A georgiaiak szintén 50%-kal dobnak, de ott 4-2 a mutató. A festékben teljesen ugyanolyan pontra a két csapat, 12-12. Eladott labdából mi 5 pontot szereztünk, Georgia 2-t. Egyébként túl nagy különbség más mutatókban nincsen e tekintetben. A lepattanó arány az pedig 7-6.
a magyar válogatott javára. 7-7 mind a két oldalon a gólpasszok száma, és ami nagyon jó, hogy nálunk csak egyetlen egy eladott labda volt az első negyedben. De Benke Szilárd 8 pontjával a legeredményesebb magyar, a Vojvoda Dávidnak 7 pontja van, Hanga Ádámnak pedig 6, és akkor innen folytatódik a mérkőzés. Kellett. Nagyon szépen forgatta be az ellenfelét. Dzsincsaradze bosszankodva legyintett egyet a levegőre. Dzsincsaradze. Andronikásvili. Dzsincsaradze megint. Ez egy viszonylag egyszerű elszakadási játék volt, vagy elszakadásos játék volt, és jó rugói vannak, tiszta volt a dobóhelyzet. Ezzel egy picit följebb jöttek most a georgiaiak. Hanga ad el egy labdát fönt. Jönnek a vendégek, 2-1, és a Tádán már nem akarja bántani fölöslegesen Burzsanadzét. Kezd olvadni az előnyünk. 31-24-ből 33-29 lett hirtelen. Újabb eladott labda. Hát kellett nekem mondani, hogy csak egy eladott labdánk volt, mert gyorsan hozzátettünk kettőt. Gyakorlatilag másfél percen belül. Burzsanadze. Miénk a lepattanó. Hanga hozza föl a labdát. Gyakorlatilag az, hogy egy hónap szünet után 4 edzésen vannak túl a játékosok nálunk, ez azt jelenti, kisebb-nagyobb izomláz, kisebb-nagyobb fájdalom, az teljesen természetes még. Ugye az ellenfél az már régen túl van. Nálunk Váradi váltja Hanga Ádámot. Váradi áthámozta magát az ellenfélen. Ez most nincs bent, egy ugyanolyan utolsó másodperces tripla volt Benkétől. De 4 alkalommal játszott eddig egymással hivatalos mérkőzést ez a két válogatott. 3 magyar győzelem és 1 vereség a mérleg, tehát jobban állunk. 75%-os a mutató. Elveszítjük a labdát újra. Hogy az, hogy a georgiai válogatott a legutóbbi VB selejtezőjében július elején Tbilisiben megverte hosszabbításban a spanyol válogatott a 82-76-ra, az egy óriási teljesítmény volt tőlük. A Shermadini 18 pontos volt, Sengelia 10 lepattanót szedett, Megfed 8 gólpasszt osztott ki. Tehát ez azért mutatja, hogy ez egy milyen csapat. Ők egyébként Szlovéniából jöttek, egy 10 napos edzőtáborból, és azt az edzőtábort zárják le ezzel a két kecskeméti mérkőzéssel. Nekik legközelebb tét meccs majd a hazai rendezésű EB-n lesz. Tbilisiben kezdenek Belgium ellen. Burzsanadze óriási homály dobott, még a gyűrűt sem találta el. Vojvoda nem talál tiszta embert, aki indulhatott volna. Keller. Benke, és gomos föl tudunk állni játszani. Vojvoda, gyönyörű backdoor! Milyen szép befutás volt! És nagyon szépen megtelt a Messzi István sportcsarnok Kecskeméten. Kecskemét mindig kiváló házigazda, azért kisebb fajta kosár lázban égett a város az előző szezon végén, hiszen a KTL fantasztikusan menetelt a magyar kupában is, illetve a bajnokságban is. Úgyhogy ennyi dicséretet muszáj volt elmondanom. Egyébként a Kecskemét vezetőedzője Forrai Gábor ott ül a padon, Stojan Ivkovics segítőjeként, mint ahogy Pór Péter is, aki a Szolnok szakmai igazgatója, szakmai vezetője. Az mekkora labda volt? Andronikásvili gyönyörűen pattintotta be Londaridzének. Keller. Szép, egyéni játék. Keller még dobhat kettőt. Londaridze nem nagyon
vitatkozik. Azért egy megszokásból mondja a magáé, de ő is tudja, hogy falt volt. Hármas csere a georgiaiaknál. Jön Cincadze, jön Shermadini, illetve Sanadze. Nem rossz névsor ez sem. Kicsit pont szegényebb eddig ez a negyed számunkra. Mindössze 5 pontot szereztünk eddig bő 3 perc alatt. Keller lemehet, Benke is lemehet, jön vissza Karahodzsics, illetve Ferenc Csaba. Körmenden csak Fepu. De már jelzi egyébként Tornike Sengelia is, hogy jön vissza a pályára a vendégeknél. Jöhet is. Megvan a kipassz, van még idő, de onnan a sarokból erőltetett dobás, fölmegy a tábla tetejére a labda. Váradi végül. Perl a labfonal felé. Lezárták előtte szépen az utat lábbal, Sanadze nagyon jól levédekezte. Karahodzsics, majdnem eladott labda lett belőle, de csak majdnem, nézzük Perlt. Ott a lepattanó, és a két büntető, hiszen Eilingsfelder szemben szabálytalankodott, Cincadze. Jól megyünk most a támadó lepattanóért, ez fontos volt. És a nagy sztár Sengeliának csak annyi ideje volt, hogy visszahúzza egyébként Eilingsfeldet. Íme itt volt Por Péter, Stojan Ivkovics mellett. Amikor legutóbbi Kecskeméten játszottunk a georgiaiakkal 2014-ben, akkor úgy nézett ki a magyar csapat, hogy Tomás volt a honosított légiós, ugye Wittmann Krisztián, aztán Vojvoda már ott volt, Tóth Norbert, Keller is már ott volt, Tóth Ádám, Ruják, Ferenc és Dénes. Ez volt a magyar válogatott névsora. Újabb kimaradt vendégdobás, a második negyed felénél járunk, Perl tisztán be is dobja. Ez az ő kabinetje, ezt mindig szoktam mondani, és ő mindig csinálja is. Sanadze. Cincadze. Sengelia. Eilingsfeld próbálja megállítani. Szépen beleértünk. Jól védekezett most a csapat, jött a gyenge oldali besegítés. És már csak 5 másodpercük maradt a georgiaiaknak. Cincadze. Látja, hogy le fog járni az idő, de már hiába dobja el. Jelzik a játékvezetők, hogy ez bizony időn túl volt. 40-31, 9 pontos magyar vezetés. Nem sokszor fordult ilyen elő eddig. Ugye amikor vezettünk, akkor általában 6-7 pont volt a magyar válogatott előnye, és ahhoz képest, hogy picit döcögősebben indult a második negyed eleje, ez így most akkor megint teljesen rendben van. 9-8 ebben a negyedben nekünk. Váradi. Karahodzsics majdnem vissza tudta szerezni a támadó lepattanót, Sengelia. Nagyon rájátszanak, de hát nem csoda. Eldobhatta volna simán Cincadze, de ő azt várta, hogy hogyan tudja a 2-2-be visszajátszani Sengeliának. Aki jelen pillanatban 7 pontos, ugyanúgy, mint Shermadini. Ők ketten a legeredményesebbek. Eilingsfeld tisztán. És ő is bedobja a 3 pontos. Meg kell dicsérni
egyébként Karahodzsicsot is, aki remekül vette észre, hogy Eilingsfeld üresen áll. Sengelia, most Eilingsfeld lemaradt róla lábbal. Úgyhogy a triplázásunk az továbbra is rendben van. Váradi helyére jön nálunk Hanga. Eilingsfeldnek ez volt egyébként a harmadik személyi hibája. Az egy szép betörés volt a lapvonalon. Sanadze. Ami szép, az szép. 6 pontnál tart Duda Sanadze. Most már azért a georgiaiaknál is többen bekapcsolódtak a pontgyűjtésben, már nem csak 3-an vannak. 7-en dobtak már ott kosarat. Perl, oly, de szép volt! Csak be kellett volna dobni. Még megcsinálta azt a passzcselt is, mint hogyha Ferencet akarná megjátszani a sarokban. Sanadze. A dupla után szerencsére nem jött a tripla. Hanga. Nála jó helyen van a labda, a Hanga még. És bizony közbe piszkált szabálytalanul Tornike Sengelia. Perl helyett jön Vojvoda, Ferenc helyett pedig jön Benke a magyar válogatottba. Ez nagyon szép volt, csak be kellett volna dobni. Azt lehet látni a cseréből, divatos szóval élve rotáció, hogy Stojan Ivkovic minden játékosnak ad egy kis lehetőséget, aztán hagyja őket pihenni. Itt már ez a meccs az erről szól. Vojvoda hagyta el közben a labdát, semmi baj. Szóval szinte patika mérlegen ki vannak mérve a játékpercek mindenkinél, és itt nem arról szól a dolog, hogy most jól játszik vagy nem, hanem hogy mozgásban legyen, és kicsit belerázódjon megint ebbe a helyzetbe, amit tulajdonképpen most kezdtek el a felkészüléssel. Benke! 6 pontra csökkent az előnyünk, és ez most még tovább szűkülhet. Sengelia! Az bizony falt Karahodzsics, és sportszerűtlent ítélnek ellene. A georgiai kispad egy emberként jelezte, de Papp Péter is már azonnal, és valóban nehéz is ezzel vitatkozni. Eilingsfeld és Karahodzsics lemegy nálunk, visszajött Keller és Ellen Roszkó. Kimarad a büntető. A második viszont jó, és ők jöhetnek majd oldalról. Shermadini újabb pontjaival már 8 egységnél tart, és jelenleg ő és Sanadze a két legeredményesebb georgiai játékos. Megfedl Sengelia, ha nem lépnek ki rá, akkor ő el fogja dobni. Talán pont ez volt a baj, gondolkozott rajta, és nem zsigerből jött a megoldás. Hanga. Vojvoda vissza Hangának. Inkább játszunk. 2 perc van az első fél időből hátra. Vojvoda. A saját lepattanója végül is visszakerült. Hanga. Kimarad a tripla, és Ellen sem tudta visszapaskolni a labdát. Rohan előre Sanadze. Lepasszolja Sengeliának. És időt kér a magyar válogatott. 43-40 az imént, még 9-el vezettünk 40-31-re. Azóta volt egy pár eladott labdánk, volt pontatlan dobásunk, és viszonylag könnyű gólokat kaptunk. Újjátok meg, nem áll, semmi extra nincs. Jó. Jön a görcs, jön a fáradtság, jó. Nyugi. Nézzük már meg, kétszer a Roszkó befutott, olyan. Amit a második trailer is nem látjuk, de nem szoktunk meg, jó? Majd megnőzzük a videó utána. Ádám labda! Figyelj! 4-es! Elindul a pik,
Csak nem lesz pik. Kamu, itt lesz Ákos, elindul a pik, és innen azon a húzódott neked jobbra egy izoláció lesz. Jó, próbálj meg. Jó. Ez búl. Talán az egyik legfontosabb mondat ebben az volt, hogy majd megnézzük videón. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy felkészülési mérkőzés. Az erőltetett menet legelején vagyunk. Hát ehhez képest egyébként jól játszik a magyar válogatott, vezetünk tulajdonképpen az első pillanattól kezdve. Jött nullával indítottuk a mérkőzést, és a georgiai csapat itt ma még nem vezetett. Ami nem azt jelenti, hogy a második félidőben ne lenne képes megfordítani a meccset, de hát ennek ugye az okairól már én is ejtettem néhány szót, nem szeretném magamat ismételni. Hanga! Szerintem eddig teljesen rendben vagyunk, és hogyha a végén nehogy Isten nem nyerünk, akkor sincsen semmi baj. Vojvoda tovább, Benke, de szép betörés volt, és Benke Szili duplájával. Én most már eléri a 10 pontot, ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa lett pillanatokon belül. Még a georgiai csapatban sincs ilyen. Itt viszont elmaradtunk a védekezésben. Csermadini talált be, most már ő is 10 pontos. Keller. Érkezik Benke. Nagyon szép volt a leválás, de Sengelia érezte. Vojvoda lábában akadt el a labda. Támadó idő bőven van. 48 másodperc van az első félidőben. Hátra Vojvoda labdát szerez, jól van. Kicsit könnyelműen dobták be ezt a labdát, dobták be a labdát. Vojvoda tehát. Bőven lesz ideje visszatámadni Georgiának is. Hanga kipasszolja Keller. Beesik, jól van. Ezért Keller Ákos nem könnyű megállítani. Hát az, hogy majdnem 50 pontot dobunk Georgiának, amelyik nem olyan régen a spanyolokat verte tétmeccsen, hát azért az abszolút rendben van. Sengelia ugyanúgy rövid, mint az előbb, és a miénk a pattanó, van még 7 másodperc, Hanga fölnéz, hogy lássa, hogy mi a helyzet, visszalép egy hármasra, jaj, de jó lett volna, ha bemegy, de semmi baj, akkor ugye meg lett volna az 50 pont, így sincsen szégyenkezni valónk. 47-42 a nagy szünetben a válogatottnak az előnye tehát 5 pont jelen pillanatban, és én azt gondolom, hogy ez a közel 50 pont ez önmagáért beszél, úgyhogy innen jön hamarosan majd a folytatás. Hírek egy percben, Falucskai Ivett vagyok. Hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki Orbán Viktor dallasi beszéde. A kormányfő egyebek mellett beszélt a háborúról, az illegális migrációról, a magyar családpolitikáról és a baloldali progresszívok elleni politikai küzdelemről. Folyamatosan érkeznek hazánkba az ukrajnai háború elől menekülők. Tegnap több mint 15,500 léptek be Magyarországra. Az extrém hőhullámok, a talajkiszáradása és a légköri aszály együttesen járultak hozzá az idei hatalmas aszálykárokhoz, mondta a Klímapolitikai Intézet kutatója. Elveszett az idei kukoricatermés 80%-a, és Európában csaknem 400 tó kiszáradt. Fontos határidő. Mai félig lehet jelentkezni a pótfelvételin felsőoktatási képzésekre a felvi.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, hamarosan jövök újabb egy percre.
döntetlennel kezdő újonc, a győzelemmel nyitó Waltner Róbert együttese ellen a péntek esti fociban. Vasas, Paks, OTP Bankliga mérkőzés. Ma este 3.48-tól élőben az M4 Sporton. Az európai klubfutball két top sorozatának győztese egymás ellen. Ki lesz a szezon első trófeája? Real Madrid, Eintracht Frankfurt, UEFA Superkupa. Szerdán este 20:30-kor, élőben az M4 Sporton. A Real Madrid Eintracht Frankfurt mérkőzés támogatója a Lays és a Heineken, az UEFA Superkupa hivatalos szponzorai. Forma 1, belga nagydíj, a teljes verseny hétvége, élőben az M4 Sporton. A nyár 22 következő adásában vendégünk lesz Patkó Béla, Kiki és Berkes Gábor, akik egy közös jubileumról mesélnek. Beszélgetünk az Egri Gárdonyi Napok programjairól, és ellátogatunk Fonyódligetre az Erzsébet táborba. Megnézzünk egy tiszakécskei kempinget, és a szúnyog kisokosunkban tippeket adunk a vérszívók ellen. A zenéről pedig a Kongettek és Jay-Z gondoskodik majd. Várjuk Önöket! Nyár 22. Holnap délelőtt a Dunán. A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bírod a jó árakat, de unod a karikázgatást? Akkor válts Clubcard appra! Lapozgasd a digitális újságot, fedezd fel a személyre szabott kedvezményeket, és váltsd pontjaidat forintra bármikor! Mindezt mostantól egy helyen, online! Még jobb árakra vágysz? Keresd a Clubcarddal olcsóbb jelölésű termékeket. Nincs még Clubcard appod? Töltsd le most a Play áruházból vagy az App Store-ból. Clubcard. Árcsökkentő szupererő a kezedben. Tesco. Minden nap egy új lehetőség, hogy jól érezd magad. De előfordulhat, hogy az intim fertőzés közbeszól. Használd lefekvés előtt a megújult csomagolású Betadin Intima hüvelykupot, ami különféle gombás és bakteriális fertőzésekre is hat. A Betadin Intima kúra felveszi velük a harcot, hogy újra jól érezd magad. Betadin. Nincs megállás. A Betadin Intima hüvelykup most 15% kedvezménnyel kapható a Benu gyógyszertárakban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Segíts a nagyinak is lecserélni rendszeresen használt 2 vagy 3G-s telefonját. A régi mobilt újrahasznosítjuk, ti pedig 40 000 forint NMHH ártámogatással választhattok, akár egy Samsung készüléket. Kapcsolódjatok rá a nyárra a Jettel hálózatán. Apa, nem nyílik! A csapat meze a gépben van, ma van a döntő, a többiek ki fognak nyírni! Megint a vízkő, nézze csak, mindenhol beborítja. Gondoljon bele, egy év alatt akár 1 kiló is keresztül mehet a mosógépén. Adjunk Kalgon 3 az egyben minden mosáshoz, aktív hatóanyaga megelőzi a vízkő képződést. Kalgonnal a mosógép is tovább él! Alacsonyabb hőfokon nehéz megszabadulni a baktériumoktól. Használjon Kalgon Hygiene Plus-t, mely elpusztítja a baktériumok 99,9%-át és eltünteti a vízkövet. I like it like that. Schweppes. Én pont így szeretem. Tudjuk, mi minden van benned. És hogy nem hiszel a kompromisszumokban. Mert te vagy az, akinek kinyílik a világ. Élj úgy, ahogy jónak érzed. Becks. Nyiss a világra! Sztárajánlatok Euronics üzleteinkben és webáruházunkban. Vásárolj 270 literes Liebherr kombinált hűtőt 79.900 forintért, vagy Whirlpool mosógépet 99.900 forintért. Euronics. Gépek sok szeretettel. Ah!
Otthon pénzt. Aki hallja, tudja, hogy a Family Frost már webshopos rendeléseit is ingyen házhoz hozza. Family Frost. Neked szól. Az erdő még azt sem állíthat meg. Az Allegra gyorsan hat, és nem álmosít. Győzd le az allergiát az Allegrával, hogy a tünetek ne győzzenek le téged. Légy megállíthatatlan. Az Allegra Forte elérhető már nagyobb kiszerelésben is. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Már az első pillanatban megsúgja a szíved, mi a legjobb kisbabád számára. Figyelem, gondoskodás és a közös meghitt pillanatok. Az ultraszenzitív vízangyalka babafürdető és sampon a természet erejével és az ásványvíz tisztaságával óvja és ápolja kisbabát bőrét minden nap. Hidratálás, angyali bőrápolás, szeretettel. Neked és kisbabádnak. Vízangyalka. Egy lelkes ínyenc tele friss ötletekkel, aki az otthon ízét kívül ropogós, belül szaftos csirkemellel varázsolja az asztalra, paradicsommal, rukkolás salátával, aranyló méz és mustár bársonyos keverékével koronázva alkotását. Ő Maestro Honey Holly, a szeretnivaló mestermű, csak a Mekiben. Azt hiszed, régi telefonod már nem jó semmire. Nélküled? Tényleg nem. De ha segítenél a természet egyensúlyának megőrzésében, régi mobilodat újra hasznosítjuk, csak hozd be hozzánk bármelyik Jettel üzletbe. És ezt tudtátok, hogy a tárgyak sötétben könnyebbek? Egy icipicit. Vagy hogy a tökfélék családjába tartozik a dinnye is? És hogy 10 perc nevetés akár 20 kalóriát is elégethet? Maradj kíváncsi, és próbáld ki az új alacsony kalóriatartalmú görög dinnye eper és ananász lime ízű frisseket. A nagy szünetben tehát 5 ponttal vezetünk 47-42-re Georgia ellen, és említettem már a közvetítés során, hogy volt már egy sajtótájékoztató, amelyen egyébként Szalai Ferenc, az MKOS elnöke bejelentette, hogy 2025-ig Stojan Ivković marad a magyar férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya, de azon a sajtótájékoztatón Hanga Ádám is ott ült az asztalnál. Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt tudok lenni a válogatottal. Azt gondolom, hogy viccesen sokat beszéltem barátaimmal, ismerőseimmel, hogy talán elég szép kosárlabda karrierem van, de a legkevesebbszer sajnos az adatik meg nekem, hogy a válogatottba játszak, ami elég szomorú. Az elmúlt 5 évben, 6 évben nem tudtam a válogatott rendelkezésére állni. Utoljára ugye 2017-es romániai Európa-bajnokságon tudtam a csapattal együtt kiállni, és nyilván ez egy nagyon hosszú 6 év volt, nagyon hosszú várakozás. Nagyon izgatott vagyok emiatt a nyár miatt, és izgatott is voltam egész évben. Hanga Ádám tehát 5 év után ismét a válogatottban, és egyébként az ő vezérletével, és Vojvoda, és Benke, és Keller vezérletével nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést a magyar válogatott. Ugye Keller Ákost azért emelem ki, mert fantasztikusan dob 3-ból 3 a mezőny mutatója, és emellett bedobott 2-ből 2 büntető, tehát ő 9 pontnál tart jelen pillanatban. A Hanga Ádám 6-szor, Vojvoda Dávid 6-szor, Benke Szilárd 7-szer próbálkozott kosárszerzéssel. Magyarul azért az látszik, hogy kiknél van a legjobb helyen a labda, kik azok a játékosok, akik egyébként amúgy is tudják, hogy vezéregyéniségei ennek a csapatnak. Úgyhogy Hanga Vojvoda az első percekben úgy kezdett, ahogy majd remélhetőleg az EB-n is kezdeni fognak, vagy ahogy befejezték a legutóbbi EB-n, kinek hogy tetszik a megfogalmazás. Ugye Vojvoda Dávid is ugye dobott 3 pontos, ráadásul 3-ból 2-t, tehát 67%-kal dobja a triplákat.
és ez így teljesen rendben van. 9 pontja van Vojvodának nálunk. Ugye egyetlen egy 10 pontosunk van Benke Szilárd személyében, aki 7 kísérletből 4-et egyébként be tudott dobni, de hát miközben én mesélem, azért így szednél szebb kosarakat látunk itt a Hanga Vojvoda kooperációban. Egyébként a georgiaiak erősek a festékben, a büntetőterületen belül, hiszen 26 pontot dobtak eddig a 42-ből. Több, mint a felét azt onnan szerezték, 16-ból 13-at. Ez egyébként azt is jelenti, hogy sokszor azért könnyű kosarakat engedünk nekik, de ezzel együtt, hogyha nincs lerohanás, ha nincsen tranzíciós játék, akkor is, hogyha bekerül hozzájuk a labda, akkor azért szépen tudnak dolgozni a palánk alatt. Mi 20 pontot szereztünk egyébként a büntető területen belülről. Viszonylag kiegyenlített az a mutató is, hogy nálunk 13 pont jött a padról, és 15 az ellenfélnél. Egyéb statisztikai mutatók. Hát ami a legfontosabb, hogy a georgiai csapat egyetlen egy pillanatig sem vezetett eddig a mérkőzésen, mi viszont 19 perc 45 másodpercen keresztül, tehát gyakorlatilag az elejétől a végéig. Ami érdekes a georgiaiaknál, hogy Ted McFadden mindössze 2-szer próbálkozott, és egyik sem ment be, tehát a honosított amerikaiuk 0 pontos, pedig ő vezéregyéniség. Azért az látszik, hogy Sengelia kicsoda, hiszen 8 próbálkozása is volt, ebből 4 menve, 50%-kal dob, 9 pontos, illetve Shermadinit kell kiemelni, aki mind a 4 rádobott dobását értékesítette, így 10 pontnál tart, hiszen ő dobott még 3-ból 2 büntetőt is. Érdekesség, hogy csak 12 lepattanót szedett a georgiai csapat, és mindössze 2 támadó lepattanót, mi 17-et, és ebből a 17-ből 5 támadó lepattanónk van. 12 gólpassza van a magyar válogatottnak, és 15 a georgiai csapatnak, azért erre majd oda kell figyelni, és szerencsére csak 6 eladott labdánk van. Ez úgy nézett ki, hogy az első negyedben 1 eladott labdánk volt, itt most a második negyedben 5 eladott labdánk is összejött. Erre azért figyelni kell, a negyedenkénti 5 azért az nem egy olyan jó mutató. Picit nyilván hullámzik a mérkőzés, picit azért fáradunk, vannak ilyen periódusai a találkozónak, de a lényeg nem ez, hanem az, hogy elkezdték a felkészülést a fiúk, hogy nyakunkon 2 világbajnoki selejtező, 2 brutálisan erős csapattal, és aztán pedig nyakunkon van az EB. Hát arról meg aztán tényleg jobb nem is beszélni, hogy ott mi vár ránk, hiszen az EB selejtezőkben gyakorlatilag ugye a bosnyákokkal kezdünk, aztán a csehekkel, a litvánokkal játszunk, aztán ugye Franciaország is ebben a csoportban van, tehát Szlovénia, ugye mi a kölni csoportban vagyunk, francia, litván, szlovén, német, magyar és bosnyák, egészen pontosan. Dobhat majd 2 Keller Ákos, a támadó lepattanóért való menetelének ez lett a jutalma. A georgiai csapat tripla mutatója 11/3. 27%, azért az nem mondható jónak. 2 pontosuk 68. Ami nálunk az 67, a tripla mutatónk viszont 38. Hát gyakorlatilag ennyivel vezetünk valóban. Keller Ákos is elérte most már a 10 pontot. Miénk a lepattanó, Keller, Hanga, nem vette észre, hogy pontot jött mellette Sanadze. Eladtuk a labdát. Ezt egyébként Keller Ákosnak kellett volna egy picit tovább várnia, és nem egyből passzolni a Hangának, hiszen Hanga nem láthatta, hogy jött mögötte egy georgiai játékos. De ezek az edzőmeccsek pont erre vannak. Benke. Hanga. Megnyílik az út. Hanga még. Nagyon szép.
ott, amikor már meggyorsított és megnyújtotta a lépteit Ádám, akkor lehetett látni, hogy őt ott nem fogja senki megállítani. Szabó Zsolt Sengeliár védekezik fantasztikusan, és utána meg Fedinel szemben viszont szabálytalankodik. Most először lép pályára Szabó Zsolt ezen a mérkőzésen a válogatottban, aki nagyon fontos láncszeme ennek a csapatnak. Nem véletlen, hogy bízik benne Stojan Ivkovic, és bíznak benne a társak is. Egy rettenetesen jó szellemű játékos, igazi csapatember. McFadden rövid a dobása, újabb támadó lepattanót szerzett ezúttal Andronikasvili. És Szabó továbbra is gyurmázza egy kicsit Sengeliát, újabb falt. Ugye nálunk Ellennek is három faltja van, és Eilingsfeldnek is három faltja van a négyesek közül. Most már Szabónak is kettő. McFadden elugrasztotta Vojvodát, és be is dobja utána. Ez McFadden első kosara. Több mint 12 percet játszott eddig, és csak kihagyott dobása volt. Hanga. Hopps, Keller elesett. Megvárja őt Hanga. És utána szépen Ádám végigviszi, ugyanúgy, mint az előbb, csak most nem bal kézre, hanem jobb kézre. És azért áll a játék, Bencz úr játékvezető nagyon ügyesen, okosan megállította, hiszen Keller Ákos elesett, métereken keresztül csúszott, és pont a pálya közepén nem maradt ott izzadságfolt. Nehogy esetleg sérülés legyen belőle. Besegítenek a játékosok is egyébként az izzadságfolt eltüntetésében. És aztán átveszik a felnőttek. Igen, talán az nem baj, hogyha nem édesek, aranyosak, 8-10 éves kislányok, de hát nyilván ők azért erőt kifejteni nem tudnak. Itt vannak olyan kőkemény profik, akik évek óta már tudják, hogy hogyan kell takarítani, úgyhogy megoldották. Andronikasvili, Sengeliá, egy gyors váltás Sanadzéval, láb, marad a vendégeknél a labda. Andronikasvili beszélt össze Sengeliával. Nem lett volna rossz elképzelés ez, ha eljutod a labda, de szerencsére nem jutott. Sanadze lerázza magáról Benkét, Sanadze még. Sengeliá. A lepattanó a miénk. Közel volt egyébként a georgiai kosár. Váradi. Szabó, Benke. Van még azért 10 másodpercünk a támadásból, nem kell kapkodni. Szabó, Sengeliá. Megállítja őt Keller. Tulajdonképpen Ákosnak ez az első rontott középtávolia. McFadden az előbb bedobta a duplát, most viszont nem dobja be a triplát. És senki nem ment a georgiaiak közül a labdáért. Váradi. Jön Vojvoda. Alapvonal fele nem megy. Egy hamis elzárás. Aztán inkább fölállunk újra, ami fogytán a támadóidő. Szabó. Igazán beakadhatott volna ez a három pontos, de Keller menti. Váradi futtából beleáll, ez sincs bent. Két kimaradt három pontos, nem baj, mind a kettő vállalható volt, mind a kettő helyzet volt, és mind a kettő jó ütemű vállalás volt, el is kell dobni. Nem baj, hogy nem ment be. Sengeliá, de szépen védekezett Szöszi vele szemben. Csak kéne, hogy jöjjön a gyenge oldal. Bizony, bizony. Az most nem jött. És ezzel három pontra fölzárkóznak a vendégek. Váradi, Szabó. Vojvoda. És Váradi megint. Megy a 2-2, Keller kipasszolja a labdát Benke. De szép volt, pedig Sengeliá ott volt előtte.
és már-már azt mondom, hogy a tábla síkja mögött volt tulajdonképpen Szili, amikor ezt eldobta. Nincs bent, van támadó, az sincs bent, ez sincs bent, na, statisztikát javított közben. Cincadze, illetve bocsánat, Shermadini köcizgette ott a támadókat vissza. Négy pont az előnyünk. Négyes cserére készül majd egyébként a magyar válogatott ellen, Perl, Karahodzsics, és Ferenc is jönni fog majd. És jön le Vojvoda, jön Szabó, jön Benke, és jön Keller. Váradi, Ellen, Perl. Hú-hú-hú-hú. Utolsó másodperces tripla megint. Ez azért most jól jött nekünk. 58-51. Kezd megint az a normális különbség beállni a két csapat közé, ami eddig általában jellemző volt. Oh. Ez sem nem falt, sem nem lépés nem volt. Valamelyiknek elvileg lennie kellett volna. Bőven időn belül volt Perl triplája, nem is kérdés. A georgiaiak pedig a játékvezetőknél reklamálnak, hogy ez miért nem volt falt. Őszintén szólva, van benne igazság. Szerintem is odaütöttek Shermadini kezére. Tehát ez van. Váradi. Ferenc. Ott az újabb Fepu tripla. Mégpedig a második ezen a mérkőzésen. Ugye még a meccs elején volt egy triplája Fepunak. Az szép. Hát most Shermadini az, aki viszi a hátán ezt a csapatot 14 pontjával, egyébként nem csak a georgiai, hanem az egész mezőny legeredményesebbje. Nálunk Benke 13 pont, illetve Hanga és Keller 10-10 pontos. A Vojvoda az, aki ebben a félidőben még nem szerzett pontot. Nagyon jól kezdte a mérkőzést Vojvoda. Most már viszonylag régebb óta nem sikerült kosarat szereznie. Ugye most nincs a pályán, de a pontszám alapján ő következik itt a rangsorban, ezért említettem. Cserélnek a vendégek. Jön Dzsincsaradze. Meg Fedn. Beakad Burzsanadze hármasa. Hol van a 8 pontos előnyünk? Ferenc, Perl, eléváltással védekeztek most a georgiaiak, és támadó hibát fújnak ellenünk, egészen pontosan Karahodzsics ellen. Ez a második személy hibája. Hát, picit belemozgott sajnos valóban. Csak ez nem biztos, hogy így észre kellett volna venni. Amúgy meg Perllel szemben folyamatosan szondáztak a georgiaiak. Na mindegy. Megfedn. Nagyon megjött az önbizalma Burzsanadzénak. Perl. Karahodzsics. Az két büntető. Karahodzsics az első pontjait szerezheti ezen a mérkőzésen. Remek labdát kapott egyébként Perltől. Nem is volt kérdés, hogy Dzsincsaradze faltolta őt. Nálunk csere, visszajön Hanga Ádám és Eilinszfeld János. Lemegy Váradi és Ellen.
Hadzsics két sikeres büntetőjével. Megint ez a szokásos 7 pontos előnyünk megvan, megfedünk. Pont hang a kezébe. Berl. Júj, odapiszkáltak neki hátulról, amikor átvette a labdát. Kár érte. És Perl végül labdát szerez. Burzsanadzéval szemben. És aztán fölhozza a labdát. Dzsincsaradze keseríti meg az életét. Dzsincsaradze még. Ferenc, ezt is be kéne dobni, Fepukám. Úgy-úgy. 3-ból 3 tripla Ferencnél. Időt kérnek a georgiaiak. 66-56. Most először 10 pont az előnyünk. Hát Fep úgy dobja ezeket a triplákat, mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lenne, pedig higgyék el, nem az. On the transition, you are here. Here is Ted with the 5 men and we pass there. We pass here. Good. Ted, why you don't shoot the ball? I don't understand. Why you don't shoot the ball? Let's go! If you miss, it's my problem. We play the hard catch, he goes back and you're wide open. And now you try to make the skip pass. One time, kick the ball, spread the floor, and second pick. Run this action too. Sure. Rati will dribble the ball. You screen the floor. And you play the bigger role. Okay, no, no, Kaha here, Kaha. Okay, Kaha, dribble the ball, Hugo, Rati here, this side. Okay. And now, pick and roll, he rolls, now he can be second screen or can be shoot. Kaha here. Kisebb-nagyobb megingásokat leszámítva, ami teljesen természetes egy mérkőzésen, hullámvölgyeknek is lehetne nevezni egészen nyugodtan. Végig kézben tartjuk ezt a meccset, és akárhányszor jön közelebb a georgiai csapat, akár 3 pontra is, mindig meg tudunk újulni, most éppen Ferenc Csaba vezérletével. Megfedünk. Nem volt pontos a kifelé passz, és ez pedig Karahodzsicsnál egyértelmű falt. A harmadik neki is, ugye Eilingsfeldnek, Karahodzsicsnak és Ellennek is most már 3-3 személyi hibája van. Tehát magas poszton nem állunk jól a faltokkal, ezzel csak ezt szerettem volna jelezni. Dzsincsaradze pedig bedobja a büntetőjét. Mind a kettő jó. Perla. 2 perc van a harmadik negyedből hátra. Közel 70 pontot dobtunk már, ez így nagyon-nagyon rendben van. Ferenc. Hanga kapja tőle. Hanga még, jön a keresztpassz, Eilingsfeld, Fedl meglöki. Méltatlankodnak a vendégek, de hát ez annyira egyértelmű falt volt. Mégis mire gondoltak? Megfedl mosolyog. Mondjuk azért Eilingsfeldel szemben sok esélye nem volt. Hanga. Milyen jó lett volna, ha bemegy ez a hármas, de Perl visszaüti a támadó lepattadót. Ferenc. Kénytelen volt estében odadobni, Keller megint megmenti, Eilingsfeld. Ez a hármas is kimarad, és ezt már sajnos nem tudjuk visszaszedni, nincs olyan szerencsénk. Megfedünk. Várható volt, hogy onnan a sarokból el fogja dobni Burzsanadze, neki is megjött az önbizalma. 8 pontnál tart, hogy jelentős részét a második fél időben szedte össze. Jó lenne most már ezt az utolsó percet úgy lezárni, hogy mi még dobunk, de már nem kapunk.
Keller. Visszaszedi. Nincs bent. Az viszont igen. Eilingsfeld. Nagyon küzdött egyébként ezért a labdáért. Nem csak Keller Ákos, hanem Jones is. És az utóbbi végül be tudta dobni. 6 pontos Eilingsfeld. McFadden. Rövid. A miénk a labda. Így gondoltam én ezt, hogy mi dobunk, de nem kapunk. És akkor még ez a haba tortán, hogyha dobunk még egyet. És erre minden esélyünk megvan. Elérhetjük a 70 pontot, egy triplával túl is léphetünk ezen, ami szerintem 3/4 alatt kiváló. Hanga, 5 másodperc még. Hanga, 1,2 másodperc maradt. Azt hittem, hogy ott Ádám föl tudja tenni, volt egy olyan pillanat. Ott nagyon kereste ő is a passz lehetőségét. Szóval 1,2. Az még a pöcinél egy picivel többre is elég. Azt meg lehet fogni rendesen. Ferenc tisztára játsza magát. És hangálja. Támadó a másik oldalon. És lejár közben a harmadik negyed. 68-61. Tehát megint ez a bizonyos 7 pontos előny, ami eléggé végig kíséri ezt a mérkőzést. Úgyhogy csak dicsérni tudom a válogatottat. Nem látszik jelen pillanatban a játékán, hogy összesen 4 edzésen vannak túl ezek a fiúk. És még egyszer hangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy egyébként edzésben voltak, és a válogatottal csak 4 edzésen vannak túl, hanem egy hónap pihenője volt mindenkinek, és az első edzéseik itt voltak a válogatottban. És azért az nagyon nem mindegy. 31 pontot dobtunk az első negyedben, az nagyon extra volt, és most szerencsére megint 20 pont fölött. Egy picikét lefelé kilógott ebből a pazar teljesítményből a második negyed, de hát annyi baj legyen. A georgiai csapat azért megmutatta ebben a negyedben, hogy nagyon jó erőkből áll, és visszatudták magukat küzdeni egyszer 3 pontra, de aztán volt 10 is 66-56-nál. És onnan aztán ez az utolsó 2 perc megint egy picit nekik sikerült jobban, a 10 pontos előnyből még így is maradt 7. Jön tehát az utolsó 10 perc. Egyetlen egy másodpercig sem tudott még Georgia vezetni ellenünk. Nálunk jön majd Ellen és Keller magas poszton, Benke, Vojvoda és Hanga. Ez lesz a kezdőötösünk az utolsó negyedre. Vojvoda Dávid, aki megragadt a 9 pontnál. Az első fél időben is ennyi állt a neve mellett, sőt, most nézem vissza. Igen, az első negyedben dobott Vojvoda 7-et, az első fél időben 9-et, azóta még nem. De reméljük, hogy most az ő vezérletével tudjuk lezárni ezt a mérkőzést. 8 ponttal többet dobtak a georgiaiak festékből, viszont most már nálunk a cserepadról jövő pontok aránya jobb, 26-23-mal szemben. És a lepattanóban 23-29 ide, tehát 6-tal több lepattanót szereztünk. És már 17 gólpasszunk van, ugye azt szoktuk mondani, hogy azért az a csapat, amelyik egy meccsen 20 gólpassz ki tud osztani, az nagy eséllyel egyébként nyerni szokott. Itt csak egyetlen egy dolog árnyalja a képet, hogy a georgiaiaknak is 19 van ebből. Úgyhogy nem ez a mutató fog ma dönteni. Sengelia. Szerencs, hogy nem gólyófalt volt. 13 pontnál tart a georgiaiak legnagyobb ásza. Keller. Vojvoda beleáll a triplába. Az gyönyörű! Vojvoda Dávid! Nem mondtam én. És ez azt jelenti, hogy most már ő a negyedik játékos, aki több mint, tehát eléri a 2 számjegyű összeget, 12 pontos egészen pontosan. Viszont kapunk egy könnyű hátsó befutásból
egy kosarat, Cincadze dobta. Ez volt az első kosara a mérkőzésen Cincadzénak. Vojvoda, Keller, Sengeliával ütközött a levegőben, de nem volt szabálytalanság, viszont Keller nem tudta bedobni. Lépés. Hanga hozzan állunk fel a labdát, másfél perc eltelt az utolsó negyedből. Jól állunk. Ellen, Benke, csak Dobócser, Keller. Ó, de szép volt! Keller Ákos, 12 pontos. Ugye ugyanannyi, mint Vojvoda. Benke Szilárdnak van 13 pontja, illetve Hangának 10. De szép volt a szerelés. Mondom én, hogy szerelés, de ezek szerint falt. Benke Szilárd megmozdulás, és 3 büntető jön majd. Hát igen, sajnos nem labda volt. Már eldobta ugyan a georgiai, utána jött a fal, de ezt ilyenkor beszokták fújni. 3 büntető tehát Cincadzétől. Perc van hátra a meccsből, Hanga. Az bizony újabb 2 büntető. 5 pontra felzárkóztak a vendégek, amiből most megint lehet az a bizonyos bűvös 7-es, ami már oly sokszor volt ezen a mérkőzésen. És hogyha Hanga bedobta a büntetőit, akkor utána cserélni fogunk, és pont Hanga fog lejönni, Váradi Benedek már jelezte is a zsűri asztalnak mindezt. Eddig 5-ből 3 büntetőt dobott be. Van 7 lepattanója. És így nem tudunk cserélni. És ugye 11 pontja, tehát közel van a dupla-duplához Hanga. Még 3 lepattanót kell szednie. Keller. Szóltak neki, hogy le fog járni a támadóidő. Gyönyörű volt Ákostól. Egy újabb 3 pontos, láttunk már ilyet tőle az első fél időben is. Csak azt a másik gyűrűre dobta. Ez meg beesik. Kaptunk rá egy 2-es választ a 3-asra. Ez legyen a legnagyobb bajunk. Közben elérte a 10 pontot Cincadze is a másik oldalon. Vojvoda. Hanga. Vissza Kellernek. Onnan bement az előbb, ez most nem. Sengeliáé volt a lepattanó. És Hanga szabálytalankodott. Elnézést itt kért Cincadzétől. És akkor most jöhet a csere, nálunk jön Váradi és Perl. Ugye említettem, hogy Váradi Hanga helyett Perl Vojvodát váltja, a georgiaiaknál pedig leül Bekauri, és jön a helyére Shermadini. Akkor, amikor 7 perc van hátra a mérkőzésből. Sengeliá. Jön a gyenge oldali segítés, de nem tudtuk az alapvonalat lezárni, ez baj. Kicsit följebb védekezett Per Zoli, mint hogy kellett volna. És Sengeliá azonnal észrevette, hogy alapvonal felé mehet. Hiába volt rajta 2 ember. Benke. Ellen. Ó, de jókor jött ez most.
Jelen Roscoe nem dobott még kosarat ezen a mai meccsen. Ennél jobbkor ez nem jöhetett volna. 80-72. Vincadze. Gyönyörű labdaszerzés. Váradi. Elő van Benke. Jön a visszapassz. Már nem figyelt sem Ellen, sem Váradi. Ezt egy kicsit túlspiláztuk. Ritkán lehetett látni Ivkovicsot kiabálni ezen a meccsen. Most igen. Gyakorlatilag 4-2-be hoztuk fel a labdát és eladtuk. Ahelyett, hogy dobtunk volna egy könnyű kosarat. És hát ugye ez a meccs, ez nincs még megnyerve. A felől kétségünk ne legyen. A hátralévő szűk 6 perc az még nagyon sok. És kettővel közelebb jöttek a georgiaiak. Helen. Váradi. Beviszi bátran az emberek közé, miénk marad a labda. Pedig a georgiaiak nagyon-nagyon szerették volna. Benke helyére Ferenc jön nálunk. Keller Ákos helyére pedig Karahodzsics jön vissza. Ferenc, aki eddig fantasztikusan dobta a hármasokat. Váradi, rövid lesz, de ez így pont jó Karahodzsicsnak! Remek helyzet felismerés Kemótól, úgyhogy 82-74. Túl a 80-on most már. Sengelia, micsoda lefordulás, de kihagyja! Ó, de kár érte. Shermadinit nem nagyon tudjuk tartani ezen a meccsen, 18 pontos már. Ő a georgiaiak legjobbja, Sengelia 15-öt dobott. Karahodzsics megint. Ó, de kellett volna most ez a kettes, mert azért ez a 6 pont előny, ez nem sok. Főleg, hogy ők támadnak. Sengelia. Az gyönyörű. Már csak 4 az előnyünk. És még mindig van 4 perc, 40 másodperc. Volt már, hogy a harmadik negyedben 3 pontra feljöttek. Úgyhogy most kellene egy megnyugtató kosár tőlünk. Ferenc megkapta a kiváltást. Passzoljunk. Ellen. Falt Cincadzénál. Cserélnek. Jön Burzsanadze. Nálunk pedig jön Eilingsfeld Ellen helyett. Ez gyönyörű volt. Ami szép, az szép. Perl. Agresszívebben védekeznek most. Váradi tisztán. Sajnos az nem lesz jó, már lehetett látni. Nem a hosszával volt baj, hanem az irányjal, oldalra húzott egy picit a labda. Még közelebb jöhetnek. Lejuttatják alsó posztra a labdát. Shermadini. Ó, két büntető. Meglöktük dobás közben Burzsanadzét. Aki 8 pontról 10 pontos lehet, hogyha mind a kettőt bedobja. Eddig 4 játékos ért el a két számjegyűt a georgiaiaknál. Ő lehet az ötödik, ha mind a két büntetőben megy, de nem megy be. Jó van. Ugye, ahogy említettem az imént, 3 pont már volt a harmadik negyedben. Két csapat között, most megint annyi. Akkor meg tudtuk magunkat rázni, és lett belőle 10. Ezzel azt hiszem, hogy mindannyian kibékülnénk megint. Hogyha még egyszer el tudnánk menni 10-re, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag megnyertük a meccset. Természetesen miénk marad a labda, és maradt még 13 másodperc. Ivkovics pedig cserél, visszahozza két ponterős játékosunkat, Hangát és Vojvodát, a két vezéregyéniséget, Váradi és Ferenc helyett.
hanga. Vojvoda nem fér a labdához. 7 másodperc még, ez most Ádámra van bízva, hogy meg tudja oldani. Visszalép egy hármasra, eldobta, de nincs bent. 3 pont, és egy triplával egyenlíthetnek a georgiaiak, ne így legyen. Sanadze, hanga gyönyörűen védekezett, vetődve szerezte meg a labdát Sengeli elől, aki nagyon sportszerűen föl segítette őt. Megint törölni kell. Cincace. Ott figyeljünk, szép backdoor befutást csináltak. Sengelia vissza. Sanadze bedobja, egyenlítenek a georgiaiak. 82-82, pont akkor, amikor a mérkőzés véghajrájára fordulunk. 80-72-re mi vezettünk, tehát itt most egy 10-2-es rohanása volt a vendégeknek. Akkor összezavarja Mikkel, jó? Eljátszunk egy 2-es, most 3 pikérolos van. Érte, Johnny? 2-es, Johnny labda, jó? És a Johnny megy a hand-off. Próbáljunk Johnny oda menni, for one backdoor. Backdooros játékus, kis blokk adja ezeknek. Én leszek a Tora Sengéla, velem lesz, hogy én bár, és ő össze, és akkor rendben. Csak kis blokk! Álljunk, nem baj, kis blokk, álljunk! Ugye nem mintha bármi jelentősége lenne, de azért ne veszítsük el ezt a meccset. Még akkor sem, hogy ez egy felkészülési mérkőzés. Minden esetre kiválóan tartjuk magunkat ezen a mérkőzésen, sőt, mi több. Végig eddig mi vezettünk, és most először tudtak egyenlíteni a vendégek. Úgyhogy gyakorlatilag úgy indulunk neki az utolsó 3 percnek, amennyi még hátra van, hogy egál van. Nálunk 15 pontjával Keller Ákos a legeredményesebb játékos, Benkinek van 13 pontja, Vojvoda 12, Hanga 11. A másik oldalon Sermadini 18, 17 pontos Sengelia, 14 pontos Sanadze és 10 a mostanában egész jól teljesítő Dzsincsaradze. És amíg én ezt elmeséltem, addig nem tudunk kosarat szerezni. Most először a mérkőzésen vehetik át a vezetést. Cincsaradze tovább. Jó, de jól védekezett Ádám. Sengelia elől hozta el a labdát, úgyhogy nem tudják átvenni a vezetést. Li viszont igen. Vojvoda egy kézváltás. És bedobja palánkról, még az is lehet, hogy lökték közben. Igen, ő is ezt reklamálja. Én magam is úgy láttam, sőt, Ivkovics is reklamál. Vezetünk megint. Szerencsénk van, Karahodzsics feje fölött átszállt a labda, de még, ahogy leérkezett, utána bele tudott piszkálni. Maradt 4,7 másodperc. Itt van. Ott. Karahodzsics blokk, elő van hanga, be kell zsákolni, gyönyörű. Megrázza magát megint a csapat. 86-82, nem engedtük, hogy átvegyék a georgiaiak a vezetést, és most ezekben a pillanatokban Karahodzsicsot kell dicsérni, 2 jó védekezéssel ő adta meg az alaphangot. És a könnyű kosár az mindig nagyon-nagyon fontos. 1 perc, 49 másodperc van hátra, nem engedtük, hogy átvegyék a vezetést. We run zip drill. We need this for the Eurobasket. 5 slips. Slips and one. You cannot pass from here there. You have to go a little bit here. He posts up and we make the pass. You understand what I mean? You cannot pass from here there. We go down. We run
tartása. Ugye ezt mindig is tudtuk, hogy van ennek a csapatnak tartása. Ez megint bebizonyosodott, függetlenül attól, hogy mi lesz ennek a meccsnek a vége. Ja, holnap játszunk velük még egyet egyébként, a zárkapus meccs lesz majd. Van még a szlovákokkal, jövő héten 12-én egy felkészülési találkozunk. Utána utazik Horvátországba, Opatiába a válogatott, és onnan majd már Szombathelyre jönnek vissza, ahol játszunk a litvánokkal. Utána megyünk Csehországba 27-én, és Csehországból már egyből busszal utazik át a válogatott Kölnbe, az Európa-bajnokság helyszínére. 1 perc 49 másodperc tehát, ami még hátra van. És megint hanga piszkált oda. Sengelia még mondja, hogy hátulról meglökte őt Hangva Ádám. A Sengeliához eljuttatták most a labdát. Igen. Hanga szabálytalankodik. Még csak a harmadik hibája, és csapatszinten a negyedik, tehát még nincs érte dobás. Nem vagyunk bónuszban. A georgiaiak azt reklamálják, hogy miért nem két dobás van érte. Sengelia. Jön a gyenge oldali besegítés. Ez most jól működött. Karahodzsics. Vojvoda mellett bedobják. Megküzdött ezért a két pontért Sanadze, ez kétségtelen. 16 pontos most már. Másfél perc van hátra, kettővel vezetünk. De nagyon fontos lenne kosarat szerezni. Karahodzsics. Vojvoda lép vissza. Lepasszolj, azt hittem, hogy beleáll. Ez így jobb, mert így tisztán van. És Vojvoda bedobja a 3 pontos! A lehető legjobbkor! 89-84. Vojvoda 17 pontnál tart. Oh, de mennyire kellett most ez a trojka. Sanadze. Hát ha most nem dobnak kosarat a georgiaiak, akkor azért rendben leszünk. Sengelia ott a falt, megvan az 5. csapathiba, úgyhogy jöhet a büntető. A jó hír az, hogy utána mi jövünk. Ha mind a kettő bemegy, akkor is marad 3 pont fórunk, és nálunk lesz a labda. Azért arra nehéz azt mondani, hogy nem a mi kezünkben van a meccs. Még akkor is igaz ez, hogyha nincsen sok előnyünk. De ennyi pont elég, és a végére is pont elég egy. Sengelia. Ő bedobja. Tizennyolc pontos ő is. Egyébként a georgiai csapatnak még csak 2 csapatfaltja van, és mind a kettőt bedobja. Úgyhogy akkor 3 pont a különbség, és 45 másodperc van innentől kezdve hátra. Azért mondanom sem kell, hogy kéne egy kosár. Igazán nyugodtak akkor lennénk, hogyha fogyna az idő, és aj, az jó. Sengelia odafaltol, de ez még mindig csak a harmadik nekik, ezért dobás nincsen. De legalább a 11 helyett 14 másodperc lesz így a támadó időnk. Nyertünk 3 másodpercet. Hanga. Megindul Ádám. Hanga még, Sengelia mellett. Perl tovább. Karahodzsics kiütik a kezéből, és sajnos lejár a támadó idő. Maradt 20 másodperc. 3 pont az előnyünk. És egy időkérés, mégpedig a georgiai csapatnál. Hát csak 3-as megkapjunk. A vendégeknek ez volt a 3. időkérése, és hogy csak még van 2 lehetősége, hát azt már nem fogja tudni kihasználni. Nyilván, ha nem tudnak 3-as dobni, csak 2-est, viszont odafotnak ütni, mert nekik még csak 3 csapatfaltjuk van, tehát ők még tudnak ezzel játszani.
nekik az a legrosszabb, ha lepereg a hátra lévő 20 másodperc, mert akkor gyerünk. Nekik az nem cél. De hát egyelőre most ők jönnek. Ahhoz, hogy bármit tovább tudjanak gondolni, ahhoz nekik valamilyen kosarat kell szerezni. Vojvod a hanga, Perl, Eilingsfeld és Karahodzs is van bent erre az utolsó, nagyon fontos 20 másodpercre. And ready to attack for three-point shot. Now. If we make foul. Óriási a kupak tanács a vendégeknél. Next offense. Let's go. A múltban említettem már, hogy 4-ből 3-szor megvertük Georgiát. De akkor soha nem volt még ennyire magasan jegyzett a csapatuk, mint most. Húsz másodperc, 3 pontos magyar előny. Meg Fednek akarják odaadni, akit hanga nagyon szépen levédett eddig. Közben értékes másodperceket veszítenek, és egy triplával hosszabbítása mentenék ezt a mérkőzést. Minden más az már nekünk jó, és Karahodzsics nagyon okosan odafaltol azért, hogy dobasson velük kettőt, mert ha még be is megy mind a kettő, is marad 1 pontunk, és mi jövünk. És ha ők odafaltolnak, akkor még mi mindig nem fogunk dobni, tehát nem fogják visszakapni a labdát, mert nekik csak 3 faltjuk van. Minden esetre meg Fedin bedobja az első büntetőjét. Magyarul, ha mi most bedobjuk és odafaltolnak, akkor is mi jövünk. Cserélnek, jön Dzsincsaradze. Az a lényeg, hogy be tudjuk dobni. Valaki lépjen még vissza a magasak közül. Perl megkapja, ott a falt. Nem nagyon ment az idő, de még nem dobunk. Ez volt a 4. csapat hibája Georgiának. Aha, és gyorsan Benke visszajött Eilingsfeld helyett. Igen, kell a kisember, aki visszalép a labdáért. Hanga. Perl. Át tudja hozni, odaütnek neki. Kis lökéssel indul Perl Zoli, ahogy kell. Nem volt sportszerűtlen, pedig lehetett volna fújni. És az a Perl Zoli állhat oda büntetőzni, aki az egyik legbiztosabb kezű játékos ebből a szempontból. Hát Zolikám, be kell dobni mind a kettőt, akkor 3-mal vezetünk, és marad 3 másodperc. Azért minimum 2 előny kéne, hogy legyen. Tehát 2-ből 1 büntetőt be kéne dobni. Sajnos az első nincs bent. Mert ez így az, hogy 1 pont, ez necces. Ha bemegy ez, akkor csak 3-as ne kapjunk. És még akkor is menthetik esetleg hosszabbításra. Minden esetre Zozó ezt dobja be. Ez legyen a kiindulási alap. De nem dobja be. És megismételteti a büntetőt a játékvezető, mert belépett az egyik georgiai játékos. Bizonyám, Sengelia. Hiába reklamál a kispad. Na most már azért ebből 3-ból legalább 1 menjen be, de nem. Sengelia eldobja. Köszönjük szépen, megnyertük a meccset 89-88-ra. Ez férfi munka volt, azt kell, hogy mondjam. Az a válogatott, amelyik 4 edzés óta van együtt, úgyhogy 1 hónapos pihenőről jöttek vissza a játékosok. Megveri azt a grúz csapatot, amelyik egyébként nálunk erősebb, magasabban jegyzett, edzésben van. Itt ez az utolsó
Hát, hogyha a második félidőt nézem, hogy akkor ott azért azt a georgiaiak nyerték meg, de azzal, hogy mi 31 pontot dobtunk az első negyedben, és utána végül is a harmadik és a negyedik negyedben is több mint 20-at, azért azt gondolom, hogy egyrészt megalapoztuk a 31 ponttal ezt a sikert, másrészt azt az egy második negyedet leszámítva, az, hogy kétszer is 20 pont fölé tudtunk kerülni, az azt hiszem, hogy azt mutatja, hogy ez így teljesen rendben van. Jó, hát magam részéről rettentően örülök ennek a győzelemnek, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, koreográfiában, ugye ilyenkor a himnusz éneklése következik, amelyik ennek a csapatnak 10 éve most már bevett szokása. Búcsúzunk ettől a mérkőzéstől, tehát Magyarország felkészülési mérkőzésen 89-88-ra megverte Grúziát. Bravo fiúk! Önöknek köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra!